Forralt bor, sütemények, mézes kalács és kézműves termékek is várták azokat, akik advent első vasárnapját megelőzően a Dunakömlődi plébánia udvarába látogattak. Fit Szabolcs akolitus 11 éve Dunakömlődre érkezése óta viszi tovább az adventi udvar hagyományát. 11 év óta sokat fejlődött ez a rendezvény, egyre többen és többen álltak mellé, mögé, alá, fölé, mint hogy a mostani adventi udvarnak is rengeteg támogatója van, a részönkormányzata elkezdve a sportklubon át, a Borbarát klub, a Dunakömlődi ízőrzők, a faluház, az egyházközség különböző csoportjai, sok mindenki magáinak érzi, és én nagyon örülök, hogy mindenki önmaga meg is találja a saját tevékenységét és a feladatkörét. Nagyon olajozottan megy már. Úgy gondolja, sokan ragaszkodnak ehhez a hagyományhoz, várják is, legfőképpen a gyerekek. Az adventi koszorú első gyertyáját a Paksi Egyházközség Biblia körét vezető Cseri Máté Katakéta gyújtotta meg, aki örömmel érkezett Dunakömlődre, Fit Szabolcs invitálására, akivel komolyan egyetlen dolog fűzi össze. Mi nem vagyunk barátok, tehát nem tudom, mi a hobbid, vagy mit csinálsz szabadidődben, vagy van-e egyáltalán szabadideje. De nem is az a lényeg, hanem ami a kettőnknek a kapcsolata, az a Jézus Krisztusba vetett hit, és ez az a közös, ami minket összeköt. A gyertyagyújtás után verses, zenés est következett a plébánián Kató Hajnalka és Mózer Zoltán prímadíjas fotós közreműködésével. A következő gyertyát a Dunakömlődi adventi koszorún december 7-én Nagynénk Adányi Andrea hitoktató, 14-én Gutai István nyugalmazott könyvtárigazgató gyújtja majd meg, december 21-én pedig Fit Szabolcs akolitus zárja a sort a negyedik lánggal.